A holdunai bárka több mint egy évtizede jelképe a városnak. Már a megépítése is az összetartozást erősítette, hiszen a faanyagot a város erdélyi testvértelepüléséből, Uzomból kapta. Azonban annak ellenére, hogy nem csak anyagi, hanem szentimentális értéke is van, időnként rongálás áldozata lesz. Sajnos mindig felüti a fejét a városunkban az, hogy nem mindenki becsüli, tiszteli meg eleinket és jelenkorunk értékeit. Ugye két héttel ezelőtt történt itt is egy rongálás, ugye bárkának az ajtaját szakították le. Hogy összefogás van, hogy mennyit jelent egy jelkép, mutatja azt, hogy egyből érkezett hozzánk a telefon, és Babos Béla, Ciráki Péter, asztalosok egyből felajánlották, hogy jönnek és megjavítják, de nem kéne ennek megtörténni. Tehát vigyázni kellene az értékeinkre, mind a közvagyonra, mind a magánvagyonra, hiszen ezek egyrészt jelképeink is, másrészt anyagi vonzata is van ennek, egyéb következményei vannak, tehát egy kicsit, vagy nem is kicsit, jobban kellene vigyázni, óvni a környezetünket. Most látni megint egyébként a településen, ahogy jöttem le a Dunapartra is, egy-két utcanévtáblát, ami fekszik a földön, tehát ebbe is volt hullám, amikor nagyon sokat rongáltak meg, most is látom jeleit, pedig hát ezek bennünket szolgálnak. Rongálások korábban is előfordultak már a városban, az önkormányzat és a helyi rendőrség is igyekszik visszaszorítani ezen esetek számát. Az elmúlt években azért azt kell, hogy mondjam, azt mutatják a számuk is, és ma reggel épp a polgárőrség vezetőjével is volt egy egyeztetésem, és ezt megerősítették ők is, hogy visszaszorultak az ilyen jellegű események a településen, de sajnos elő-elő fordulnak. Jellemzően azért ezek hétvégi, éjszakai órákban, tehát gyanítom, köthetőek ezek valamilyen szabadidős tevékenységhez, bulihoz, hogy mondjuk ki, tehát nem alapból azzal a céllal történik, hogy vandálok járják végig a várost, hanem valamiféle ilyen eseménynek a végkifejleteként történnek ezek meg. Tolna városa számos intézkedést hajtott végre a múltban, hogy ne csak a város tulajdonát védjék, hanem a lakosok biztonságát is nagyobb mértékben tudják garantálni. Bízunk benne, hogy megelőzésként a kamerarendszerünk fejlesztése az majd ezt segítheti, szolgálja. Folyamatosan vásároljuk a mozgatható kamerákat, amik nem állandó fixre vannak telepítve, hanem a különböző olyan pontokra, ahol valamiféle fajta nem kívánatos esemény történik, akár rongálás, akár szemét, illegális szemét elhelyezés, illetve szeretnénk az előttünk álló városi fejlesztésekbe, ugye a TOP pluszos fejlesztésekbe is a telepített kamera hálózatot is fejleszteni, itt elsősorban a nagyforgalmú helyeket, például a buszmegállók környéke, azokat a közterületeket megfigyelni, ahol jellemzően nagy jármű és személyforgalom van. A bárkára még sok minden vár, hiszen a felújítása is tervben van, azonban az biztos, hogy a helyiek számára mindig is kapcsolatot fog jelenteni múltjukkal, így szimbolizálva az összetartást, ami nem csak régen, hanem napjainkban is jelen van a településen.